Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves gyermeket, minden fiatalt, aki ma velünk van. Tehát most a Lukács evangélium a első rész 26. versétől olvasom. Így hangzik Isten beszéde. A 6. hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek a neve Názáret. Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való, József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bemennén az angyal ő hozzám mondani ki, örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Az pedig látván megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodik, hogy micsoda köszöntés ez. És mondani ki az angyal, ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ímé fogansz a te méhedbe, és szülsz fiat, és nevezd az ő nevét Jézusnak. Gábriel angyalról olvasunk, hallottatok már az angyalokról? Kik is az angyalok? Isten szolgái, Isten előtt állnak. Ezt olvassuk, hogy ez a Gábriel nevű angyal, aki angyalfejedelem is volt, Isten előtt állt, és Isten adott neki egy küldetést, egy szolgálatot. Azt mondta az Úr neki, hogy Gábriel, én elküldelek téged Galileának egy városába, Názáretbe. Az angyal meghajtotta magát Isten előtt, és készen állt arra, hogy eljöjjön egy földi útra, Izrael földjére, Galilea tartományába, egy Názáret nevű kicsi városba. Tudjátok, az angyal az egy nagyon csodálatos lény. Nagy, sokkal nagyobb, mint az emberek, még az óriásoknál is nagyobbak, és nagyon fényes és ragyogó a kisugárzásuk. Olyan nehéz ezt körülírni, mert ők mennyei lények, de fenségesek, és a szemükből is a ragyogás, a tisztaság, a szentség árad. Ő Isten követe. Gábriel angyal nagy örömmel tett eleget ennek a küldetésnek, hiszen az üzenet, amit ő közvetít egy földi halandónak, egy olyan üzenet, ami az örökkévaló Isten, csodálatos, örökkévaló tervében. Benne van a tervének egy része, egy olyan csodálatos üzenet, ami az embert meg tudja menteni. Hogy miből? Hát a gonosz életből, a bűneiből, a kárhozatból. Egy olyan csodálatos üzenet ez, hogy Isten elküldi az ő egyszülött fiát, hogy testet öltsön, és megmentse az embert. Gábriel nagyon boldog volt, régóta vártak az angyali seregek erre a csodálatos üzenetre, és nagyon sok ember is várta ezt a csodálatos üzenetet, hiszen az emberek nyögtek a bűneik súlya alatt, a gonosznak a kísértései alatt,
az ítélet alatt, amely utolérte az embert, és várták, hogy Isten beteljesítse az ő ígéretét, hogy ő küldi a szabadítót, és hogy csodálatos módon Messiást fog küldeni, aki megváltja az ő népét. Gábriel angyal megérkezett. Fenséges jelenlétével Mária kicsi otthonába, kicsi szobájába ott állt, és megszólította. Ki is volt ez a Mária, hogy egy ilyen vendége volt, Isten követe, a csodálatos mennyei lény, Gábriel angyal, a fő angyal. Mária egy nagyon szép lány volt, külsőleg is gyönyörű volt, magas volt, sudár termete volt, gyönyörű, csillogó szemei voltak, és aki abba a szemeibe belenézett, látta a tisztaságát. Máriának nagyon nagy békessége volt, és sok öröme volt Máriának. Kicsi gyerekkorától nagyon szeretett a templomba járni, különösen énekelni, és amikor Mária otthon mosogatás, söprögetés közben énekelt, a falubeliek mind elhallgattak. Olyan gyönyörű hangja volt ennek a lánynak, olyan szívből tudott énekelni, és mindig olyan énekeket énekelt, ami az örökkévaló Istent, a mindenható Istent magasztalta és dicsőítette. Ez a Mária nagyon szeretett kijárni a mezőre, a rétre. Már korán reggel kiszaladt, hogy összeszedje a sáron rózsáit, és a mezőnek a liliomait, gyönyörűek voltak, és a legszebbeket, amikor hazavitte, kiválogatta, mert ő minden nap vitt ajándékot az Isten házába. Szeretett oda járni, nagyon szerette a tanítást hallgatni, amit Mózesről, a prófétákról beszéltek, el nem mulasztotta, soha nem késett el a vasárnapi iskolából, a szombati tanításról sem késett el, és ment a szüleivel is szívesen és örömmel. Gyerekek, ti szerettek az Isten házába járni? Szoktatok a vasárnapi iskolába menni? Szerettek énekelni azokat az énekeket, amivel az Urat dicsőíthetjük, ami a lelkünket, a szívünket fölemeli Istenhez? Az éneklés nagyon jó dolog. És szoktatok-e az Úrnak ajándékot vinni, amit a templomba helyeztek el? Mert Mária sok virágot vitt, minden nap frisset vitt, mindig a legszebbet vitte, és azt örömmel tette. Neki nem volt munka, hogy korán föl kellett kelni, hogy ki kellett menni a mezőre, és össze kellett szedni. Hálával tette, boldog volt, hogy tehette. Szóval Mária egy tiszta szívű lány volt, akinek meg volt szentelve a szíve, mert szerette az Úr Jézust, szerette az Urat, szerette az Istent, szerette az örökkévalót, és szerette Isten népét, akikkel együtt járt a gyülekezetbe, együtt járt a templomba. Ez a Mária szerette az idős embereket. Jaj, nagyon szerette az idős néniket. Sokszor hallgatta őket napestig, amikor beszéltek azokról a csodákról, amiket az örökkévaló megígért az ő népének, aki sok szenvedésen ment keresztül. Szerette az idős bácsikat és szeretett segíteni. Sokszor összesöpört,
elmosogatott, míg a nénik beszéltek, és hálás volt, hogy mennyi ereje van, és hogy ő segíthet is tehet. Ti szoktatok segíteni? Jó érzés, hogy segíthettek? Vannak-e idős nénik, nagynénik, nagybácsik, nagymamák, szomszédnénik, akiknek szívesen segítetek? Mária mindig nagyon jó lelkű volt, mindig nagyon szívesen segített, az egész szívét is beleadta, hogy segítsen. És akkor az angyal megszólította Máriát és köszöntötte. Csodálatos volt ez a köszöntés. Mindjárt itt az ígében föl is olvasom, és bemenvén az angyal ő hozzá mondanéki, örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Az angyal köszöntötte, megszólította. Mária meg volt döbbenve, hát ő szokott előre köszönni mindenkinek, mert őt az édesapja meg az édesanyja megtanította arra, hogy ha szeretjük az embereket, akikkel együtt élünk, akikkel találkozunk, akiket meglátogatunk, akkor azokat köszöntjük, nem megyünk el mellettük szótlanul, dőfösen, hanem megkérdezzük, hogy hogy vannak, mi van velük. Izraelben a köszöntés nem csak annyi volt, hogy azt mondták, hogy shalom, békesség, hanem el is beszélgettek arról, hogy hogy is vannak, mint is vannak, hogy szolgál az egészségük. Ma nagyon sok beteg van ebbe a járványos időszakba. Vajon érdekel bennünket, hogy mi van velük? A szeretetteljes tisztelethez hozzátartozik, hogy köszöntjük egymást és beszélgetünk egymással. Az angyal előre köszönt Máriának, és beszélgetett vele, és az Isten üzenetét adta át. Azt mondta, ne félj, csodálatos dolgok fognak veled történni. El se tudod azt képzelni, hogy Istennek milyen nagy terve van a te kis életeddel. Az Úr szeret téged, és megállt téged. Fiat fog születni, és nevezd annak a nevét Jézusnak. Nem értette Mária az Isten üzenetét, de az megértette, hogy a félelem az nem Istentől van. Nem kell félni attól, a nagy tervtől, amit Isten az életünkbe véghez akar vinni. Mária nem értette, hogy ez hogy fog történni, hiszen ő mennyasszony volt. Volt egy vőlegénye, akit Józsefnek hívtak, és ez a József is nagyon szerette a Máriát, ezt a gyönyörű lányt, a mennyasszonyát. Tehát arra gondolt Mária, hogy ő még nem ment férhez, neki még nem lehet akkor gyereke, és megkérdezte az angyalt, hogy hogy fog ez megtörténni. Tudjátok, Istentől mindig lehet kérdezni, és ő válaszol. Isten ezt a gyönyörű, hatalmas angyalt, Gábrielt küldte azért, hogy Máriát megkérdezhesse mindazt, amit nem tudott és nem értett, és az angyal által válaszolt neki egészen részletesen. Nagyon csodálatos dolog, hogy kérhetünk Istentől, és Isten válaszol a kéréseinkre, és ő neki csodálatos terve van velünk.
Nagyon szép ez a történet, majd legközelebb folytatjuk, hiszen adventnak 4 hete van, hogy hogyan is született meg az Úr Jézus Krisztus. Isten terve az volt, hogy az ő az ő fiának, Jézus Krisztusnak, aki emberi testet öltött, és megszületett erre a földre, hogy Mária legyen az édesanyja. És ez a csodálatos történet így kezdődött, hogy Gábriel angyal Máriához megérkezett, és elmondta mindazt, ami Isten terve volt. Mária pedig elfogadta úgy, ahogy az Úr tervezte.